ugye az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség nagyon sokat tett azért, hogy magát a honvédelmet, a honvédelmi ismereteket a társadalom legszélesebb rétegeiben újra elplántálja, hogy ezek az érzések, ezek természetesek legyenek mindenki számára, hogy ezzel foglalkozni kell. És hát a fiatal korosztály az ebből szempontból nyilván egy első képot, hiszen ők, ha ő bennük ezt sikerül, akkor ők generációkra később tudják áttelepíteni ezeket a gondolatokat, ezeket a fontos dolgokat. Úgyhogy ez a jelentősége minden egyes iskolában, ahol erre mind a iskola vezetése, mind a diákok hajlamosak, hogy ezt elég nagy intenzitással csinálják. És ne csak ezeket az ismereteket, ne csak ezeket az érzéseket adjuk át, hanem hogy azt is éreztessük, hogy lehet is tenni a honvédelemért. És hát ugye nagyon sok fiatal vagy szerződéses, vagy éppen önkéntes tartozós katonaként úgy gondolja, hogy akkor ezért valamilyen módon tevőlegesen is tesz ezeknek az eszköznek a megvalósulására, vagy a feladatoknak a teljesítésére.